lábuk rájuk, balkonyjábuk, fencet hány fűbe turkál, itt nyúl, ott nyúl, kis nyúl, nagy nyúl. A Paksi Benedekelek óvoda Kishegyi úti tagóvoda dolgozóinak bábelőadásával kezdődött a tavasz nyitogató a Csengei Dénes Kulturális Központban. A családi délutánon a Helen Doron nyelviskola programjai, a kincskereső gyermekkönyvtár jóvoltából kézműves foglalkozások és állatsimogató is várta az érdeklődőket. Az Atomenergetikai Múzeum különböző kísérletekkel készült. Az alkalomhoz igazodva tojásos kísérleteket hoztunk. Az első, amit megmutattunk, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a nyers és a főtt tojást. Nyilván, hogyha megfőzzük a tojást, akkor megváltozik a szerkezet, tehát gyakorlatilag szilárd lesz a belse is, úgyhogy egy kis mozgatásra ezt nagyon egyszerűen el lehet végezni. Aztán foglalkozunk azzal, hogy hogyan kerülhet bele egy tojás egy olyan palacba, aminek kisebb a szája, mint a főtt tojás maga. Itt meg egyszerűen a hőmérséklet változást és annak a következményeit lehet kihasználni. A tavalyi évben húsvéti Dunaparti névvel rendeztek tavaszváró foglalkozásokat. A sikeres programnak köszönhetően döntöttek úgy a szervezők, hogy idén is megrendezik az eseményt. Az eredeti terv szerint az Atomtéren tartották volna a programot, de a kedvezőtlen időjárás miatt a Kulturális Központ aulájára módosult a helyszín. Bíztunk benne, hogy sokan lesznek, tehát amikor a hét elején kiderült, hogy csütörtökön elég rossz idő lesz, akkor egy kicsit féltünk tőle, hogy kevesebben jönnek, de nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen sokan részt vettek idén is a programon. A tavasz nyitogató családi délutánon fellépett a Kalapjakab együttes is, a koncert nagy sikernek örvendett.